Sziasztok, Czakó Balázs vagyok, szabadúszó tájfotós. Közel 10 évig dolgoztam Pakson az atomerőműben, 3 műszakban, sugárveszélyes munkakörben, közvetlenül a reaktor mellett, mire rám talált a fotózás, és most már nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert reggel, amikor felkelek, akkor egy ilyen látvány tárulhat elém, és igazából minden nap azt csinálom, amit szeretek. Amikor 2012-ben elkezdtem fényképezni, akkor a tájfotózás volt az, ami azonnal magába szippantott. Soha nem fogom elfelejteni azokat az első napkeltéket, az illatokat, az érzéseket, a színeket, amikkel akkor találkoztam, és azt az érzést, hogy ezt szeretném másoknak is megmutatni. Véleményem szerint a tájfotózás az kétféleképpen működhet. Vannak, akik arra esküsznek, hogy 100%-osan azt adják vissza, amit ott és akkor láttak, és vannak azok, akik belevisznek egy kis érzelmet, érzéseket, és egy kis fantáziát is. Én azt mondom, hogy mind a kettő egy járható út, egy kicsit én az utóbbihoz vonzódom. Az igazi változást azt hozta meg az életemben, amikor 2016. szeptemberében otthagytam az akkori munkahelyemet, eladtam az autómat, bevásároltam, megvettem a szükséges felszerelést, és elindultam Izlandra egy tájfotós túrára, és rengeteget tanulhattam Danny H. Chadinasty és Daniel Cheung barátaimtól. Egy nagyon izgalmas, 8 napos túra után új élményekkel és egy teljesen más világképpel tértem haza Izlandról. Eddig már több mint 15 kiállításom volt, és büszkén mondhatom el, hogy rengeteg magyar és külföldi otthon falát díszítik a tájképeim. Valamikor 2014. júliusában a Tükröm Tükröm című fotó elkészítésekor villant be, hogy szeretném megpróbálni a képeimet nem csak falon, nyomatok formájában, hanem ruhákon is. Aztán 2017-re, tehát 3 évvel későbbre jutottam el odáig, hogy megtaláltam a megfelelő technikákat, technológiákat, és elkészültek az első pólók, trikók, amiket aztán pulóverek és kabátok követtek. Ezután keresett meg Juhász Szilvia divattervező, és így kerültek a tájképeim a Budapest Fashion Week-re, női alkalmi ruhákra álmodva. Aztán később innen kaptunk meghívást New Yorkba is, és így jutottam el én is, és a ruhák is mehettem be egy divat bemutatóra. A tájfotózás mellett elég sok minden mást is fotózok, esküvőkön, iskolákban, éttermeknek is készítek képeket, mellette ismerkedem a videózással, és timelapse felvételeket is készítek. Ebben a kurzusban a tájfotózás során megszerzett tapasztalataimat fogom nektek átadni. Hogyha érdekel a téma, akkor gyertek és tartsatok velem!